Pongrácné Gáspár Judit ápolónő vehette át idén a Szent Erzsébet díjat dr. Fekete Zoltán polgármestertől. Az esemény elején Szarka Melinda, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője tartott beszédet, melyben elmondta, 1997 óta november 12-e a szociális munka napja, amely minden évben jó alkalom arra, hogy a közvélemény figyelme azokra irányuljon, akik rászoruló embertársaik segítését választották hivatásként. Manapság, mikor egyre több az egyedülálló idős ember, az elvált szülő és a gyökértelenül lézengő fiatal, a szociális segítőmunka jelentősége és tétje egyre nagyobb. A szociális szakembereknek ebben a világban kell helytállniuk, olyan kapcsolatokat kell kialakítaniuk, ami a megértésen, a türelmen, az odaadáson és a szereteten alapszik. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Berkes László plébános, aki a mindössze 24 évet élt Árpádházi Szent Erzsébet hitét és önzetlenségét méltatta. Ezt követően dr. Fekete Zoltán polgármester, dr. Berkes László plébános és Szarka Melinda intézményvezető adta át a Szent Erzsébet díjat, emlékoklevelet és rózsacsokrot Pongrácné Gáspár Juditnak, aki 1998 óta dolgozik az idősek otthonában. Munkáját lelkiismeret pontosan, precízen végzi. Ügyel, figyel minden fontos kérdésre, amely az idősek életével kapcsolatos. Szívesen segíti a többi dolgozó munkáját. Felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkezik. Nagyon nagyfokú a szakma iránti szeretete. A díjazott a 80-as években kezdett el dolgozni, az akkor még szülőotthonként működő épületben, mint újszülött ápolónő, később idős gondozói állást ajánlottak fel neki. Nagy megtiszteltetés számára, hogy idén ő érdemelte ki ezt az elismerést, mint mondja, szeretné, ha kollégái is megtapasztalhatnák, milyen érzés volt átvenni a díjat. Jó érzés volt, de egy kicsit úgy érzem, hogy akik nem kaphatják meg, azoknak egy kicsit rossz érzés az, hogy ők is ugyanezt a munkát végzik, mint mi, és mégse ő kapja, de remélem, ahogy az idő egyre hosszabban telik nekik is, ugyanebben a munkakörben ők is egyszer eljutnak ide, hogy megkaphassák ezt a díjat, ezt az elismerést. A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B épületének nagy tanácskozó termében november 14-én megrendezett ünnepség színvonalát az Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai Ás Gyula, Nyikes Nikoletta, Varró Petra és Csécsi Hajnalka műsora emelte.